Szép jó estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszöntöm a televízió nézőit. Tavaszi időszak, ahogy a természet újra éled, virágba borul, így ránk is fény borul, fény jön, a húsvétnak a fénye. Erre készít föl bennünket ez a nagybőti időszak, amelyről a szentmiségben, szentbeszédekben folyamatosan szó van. És még ennek a keretében szeretettel hívjuk, várjuk az érdeklődő és ugyanakkor a sportos híveket a tavalyi évhez hasonlóan március 28-án a kerékpáros keresztútunkra. A tavalyi évhez hasonlóan szeretnénk végig elmélkedni a keresztútnak az állomásait, egy kicsit talán azzal a különbséggel, hogy nem itt a templomnak a falai között, hanem a környéknek az útmenti keresztjeit végig járva, végig látogatva és végig imádkozva ugyanakkor hívom, várom a testvéreket, hogy ugyanúgy, ahogy az elmúlt esztendőben az idén is szép számba vegyünk részt, hívok mindenkit a gyerekektől az idősekig. Így előkészülünk már szép lassan a nagy hétnek az ünneplésére. Ezzel kapcsolatban szeretettel hirdetjük, hogy nagy hétfőtől immáron az esti szentmisék este fél hétkor kezdődnek az eddigi fél hat helyett. A nagybőjti időszaknak egy szép állomása a virágvasárnap, a fél kilences és az esti fél hatos szentmisének a keretében szenteljük és áldjuk meg a virágzó ágakat, amelyekkel csatlakozunk a Jeruzsálemben ünnepélyesen az Úr Jézust üdvözlő tömeghez, és énekeljük meg az Úr Jézusnak a szenvedését, a passiót, az előző évhez hasonlóan hálásan megköszönöm Balázs Endre tanár úrnak és templomunk énekkarának a szorgalmas felkészülést, a híveket és testvéreket pedig bátorítom, hívom, hogy vegyünk részt, hogy méltóan ünnepeljük a virágvasárnapot. Tudva lévő, hogy az egyházi évnek a csúcspontja és a kiteljesedése a húsvéti szent három nap, nagy csütörtök, nagy péntek és a húsvét vigíliájának az ünneplése nagyszombatnak a késő estéjén. Így már előre buzdítom a testvéreket, hogy közösen ünnepeljük nagy csütörtök este fél hétkor az utolsó vacsora emlékezetére bemutatott szentmisét, amely egyben az oltári szentségnek, az alapításának az ünnepe is, és ugyanakkor a papságunk szerzésének az emlékünnepe is. A szentmisének a végén ima virrasztást tartunk, csatlakozunk az Úr Jézussal az olajfák hegyén tartózkodó tanítványokhoz, és együtt virrasztunk a szentségi Jézus előtt. Ő nagypénteknek a délutánján 3 órára hívom, várom a testvéreket, hogy közösen kezdjük el a II. János Pál pápa által meghirdetett isteni irgalmasság 9-ét, amelynek az első napja lesz nagypénteken, és ezután pedig ünnepélyesen végezzük nagypéntek délutánján itt a templomban a keresztutat. A nagypénteki szertartások fél hétkor kezdődnek itt a templomban, amelyre szintén hívjuk, várjuk a testvéreket. Nagypénteken és nagyszombaton szeretnénk egy kicsit különlegessé tenni az ünneplésünket, így reggel 3:48-ra mindkét napon hívom és várom a testvéreket, hogy közösen imádkozzuk a reggeli zsolozsmát. Tudom jól, hogy lentiben ez eddig nem volt a szokásban, de szeretnénk, hogyha ezek a szép nagyheti zsolozsmák valahogy a köztudatba bekerülnének, együtt imádkozhatnánk, hogy teljesebbé tehetnénk a húsvétnak az ünneplését. A húsvéti szertartások nagyszombat este fél hétkor kezdődnek. Tudjuk jól, hogy számos szép szimbólummal bírnak, amelyek a figyelmünket szeretnék rá irányítani a sírjából fölkelő Krisztusra, aki a mi életünknek és egyházunknak a fénye, amely azóta is beragyogja mint az egyházat és mind a hívő embernek a szívét. Hívjuk, várjuk a testvéreket, ő nagyszombaton este fél hétre ide a templomban,
és a falvainkból pedig majd autóbusszal érkezhetnek a testvérek, az autóbusz a szokásos útvonalon indul majd. Húsvét vasárnapján ünnepi miserendet tartunk természetesen, itt lentiben 8:30-kor és este 6:30-kor lesz a Szent Mise. Bárszent Mihályfán 9:00-kor, lenti kápolnán 10:00-kor, Máhonfán 11:30-kor, és lenti Szombathelyen pedig délután 14:00-kor. Húsvét hétfőn itt lentiben a vasárnapi miserend szerint lesznek a Szent Misék, 10:00-kor lenti kápolnán lesz még Szent Mise, és 11:00-kor pedig Gosztolában. Hirdetjük szeretettel már előre, hogy a húsvétnak az első vasárnapja, azaz Fehér Vasárnap, az isteni irgalmasság vasárnapja, amelyen ünnepélyesen zárul majd az isteni irgalmasságnak a tiszteletére végzett ima kilencedünk. Fontos esemény az egyházközségnek az életében a tavaszi időszakban az első áldozás, amelynek időpontja ebben az esztendőben április 19-e, a 8:30-es szentmisében részesülnek majd első alkalommal gyermekeink az első szentáldozásban, és az előtte való napnak a délutánján az első szentgyónásban. Szeretettel hívom már így előre a gyermekeknek a szüleit, gyermekek nagyszüleit, keresztszüleit, hogy közösen ünnepelhessük ezt a nagy alkalmat, a kegyelemnek ezt a kiteljesedését a gyermekeinkben, és ugyanakkor bátorítom szeretettel a szülőket, nagyszülőket, hogy gyermekeiket, unokáikat támogassák az életünknek ebben az állomásában, hogy ez valóban egy első áldozás legyen, amelyet aztán sok követ majd még az életünknek a során. Április 26-a húsvétnak a negyedik vasárnapja, Jópásztor vasárnap, amelyben a papi hivatásunkért adunk hálát, és imádkozunk az új hivatásokért is. Terveink szerint várjuk az egyházmegyénknek a kispapjait erre a vasárnapra. És ugyanezen a napon imádkozunk a jó termésért is, népies nevén a búzaszentelésnek a szertartása lesz a szentmiség után itt a plébánia templomban és a falvakban is. Hirdetjük előre, hogy május hónap, a szűzanya hónapja, napról napra közösen imádkozzuk a Lorettói litániát a szentmiség előtt, a plébánia templomban, és úgy szintén a falvakban is. Húsvét előtt valójában mit is mondhatnánk? Rövid az idő, amely még hátra maradt a számunkra a nagybőjti szent időszakból, így a felhívás, a kegyelemnek a megszólítása talán minden eddiginél is személyesebben érint bennünket, hogy készítsük az Úrnak az útját szívünknek a pusztájában, és tegyük egyenessé az ösvényét, hogy valóban a megtérésnek a méltó gyümölcseit hozzuk a bűnbánat cselekedetei által. A nagy hétnek az ünneplésére azt kívánom minden kedves tévénézőnknek, hogy a valóban, hogy a szívünkbe megszülethessék a húsvéti öröm és a húsvéti fény, ahogy az Úr Jézus mondja az evangéliumban, fel kell, hogy hagyjunk a sötétségnek a cselekedeteivel, és helyet kell, hogy adjunk az életünkben a világosságnak. És tudjuk jól, hívő emberekként, hogy ezt a világosságot a Szentléleknek a kegyelme gyújtja meg a szívünkbe, ő gyújtja lángra, és ennek a fénynek az erejénél vagyunk képesek arra, hogy fölismerjük, megismerjük az értünk szenvedő Krisztust, a bennünket a bűneinktől megváltó Krisztust, és azt a Jézust, aki a sírjából húsvétnak a hajnalán diadalmasan föltámad. Segítsen bennünket a kegyelem ezekben a napokban, hogy valóban méltóan és szépen ünnepelhessük húsvétnak a titkát, hogy évről évre, így ebben az esztendőben is egy kicsit többet értsünk meg belőle, személyesen a saját életünkre vonatkozóan, személyesen a saját megváltottságunkra vonatkozóan az életünkbe ez adjon örömet,
és ez adjon reményt, hogy tovább járva ennek az életnek az útját, annak minden nehézségével és fáradalmával együtt, valamikor mi is a részesei lehessünk majd ennek a föltámadásnak.